Amikor a magyar társadalom rájön, hogy nem kell tovább félnie attól, hogy a falnak szorítják, mert ugye ez a félelem azért valóban jogos volt az elmúlt évtizedekben, és azért nem kell félnie, mert már benne van a falban. Tehát megtörtént, és aki már benne van a falban, azt szerencsére nem tudják a falnak szorítani. Tehát ezek a felszabadító élményekkel kell, hogy átélje a magyar társadalom, hogy nincs tovább. Ha az állam tulajdona a nemzet vagyona, akkor ezt úgy kell felfogni, hogy mind a 10 millió magyarnak egy 10 millió része van ebben a vagyonban, és ennek az ellenértékének az államháztartásban kellene lenni azért, hogy a 10 millió magyarnak a jobbítását és a jobb életét szolgálja. Mai áron akkoriban legfeljebb 12 milliárd dollár volt az az összeg, ami többlet erőforrásként bevontunk a 70-es években. Mégis mai áron fizettünk ezért a 12 milliárd dollárért csak kamatként 170 milliárd dollárt, az adóságunk pedig 100 milliárd dollárral több, ami azt jelenti, hogy ezért a 12 milliárd dollárért eddig 270 milliárd dollárt fizettünk ki. Az Európai Uniótól felvett uh, hitelt uh, körüléló, a kölcsönszerződésnek van egy melléklete, és az elérhetőség kedvéért említem, hogy a hármas számú melléklet 11. pontjában szerepel egy olyan nyilatkozat, Draskovics igazságügyi miniszter aláírásával, amely gyakorlatilag az ország meglévő összes nemzeti vagyonba tartozó vagyontárgyát elzálogosítja. Átadtuk Magyarország pénz piacát. Átadtuk a magyar emberek és vállalatok finanszírozásának a lehetőségét és jogát. Átadtuk az ország pénzkészlete feletti rendelkezést. Átadtuk a tőke irányításának a lehetőségét. Egy olyan szervezeti körnek, amelyik tetszés szerint alakítja az ország adósságállományát. Ha saját magát eladósítja, akkor azt mondja, hogy az ország adósodott el. És ezzel a politikát az orránál fogva vezeti olyan célra, amit ő szeretne elérni. Az érthetetlen, hogy az elmúlt húsz évben, hogy megszabadulván a külföld a külhoni elnyomóktól, hogy engedhette meg ez a nép, hogy olyan vezetők kerüljenek hatalomra, akik a népüket cserbehagyva kiszolgáltották a globális tőkének, a globális hatalomnak. A nemzet felszámolása és az ország gazdasági bekebelezése a cél. Olyan hatalmak részéről, akik számunkra egyelőre talán megfoghatatlanok, nem látjuk át pontosan, hogy kik állnak mögötte. Vissza kell szerezzük a multinacionális tőke helyi rezidenseitől, az államunkat, a közösségek államát. Nemzeti vezetőkre van szükség, nemesekre, magyar nemesekre van szükség. Olyan emberekre, akik hazájukért, nemzetükért áldozatot képesek hozni, lemondani akár a vagyonukról, és úgy, ahogy eleinte tették, akár az életükről, ha a nemzet azt megkívánja ki kell törnünk minden, bármi, bármi történik, és bármilyen áron, ki kell törnünk a hazugságnak és a félelemnek ebből a megbénítő mozzanatából. Ez a legelső. Nem többségi döntés, hogy eladjuk a földet, vagy a vízrendszert, annak működtetését, a gáz, stb. Nem többségi kérdés. Nem népszuverenitás kérdése. Ezt mi csak gondozásba kaptuk magunk, és másokja vár az igazság érvényesítésére az egész világból tehát maximum két éven belül eldől, hogy a választások utáni új kormány a régi, bukó, megbukóban révő rendszer utolsó kormánya lesz, vagy a reményeink szerint felépülő új rendszer első kormányává válik.